Az esemény befejező részében Pintér Zsolt bemutatta a Nagybányai pénzverés története című kötetet, mely a virtuális Nagybánya Egyesület kiadásában jelent meg. A könyvben kevesebb a szöveg, viszont annál több a kép. Pintér Zsolt minél elérhető formában akarta feltüntetni, közérthető nyelven bemutatni a pénzverés 500 évét. Tegyék el önök, hogy 500 éven keresztül itt olyan mennyiségű pénzt vertek a magyar királyok, és később az erdélyi fejedelmek, hogy azt szinte nem is lehet felbecsülni és bemutatni. Hogy miért ilyen vékonyra sikerült ez a könyv, és viszonylag kevés szövegben, mert rengeteg fényképet mutattok be, ez azért van, hogy elérhetővé váljon ez a történet. Tehát, hogy ez a hatalmas kincs, ami ezek a falak és a falak előtti épületekben képződtek, mert ugye a jelenlegi épület a 18. században épült, tehát, hogy az bemutassuk, de minél inkább elérhető formában, közérthető nyelven, mai nyelven. Ugye akkor itt jön be az, hogy hagyomány mai nyelven, ez a célunk, és ezért is született meg ez a könyv, hogy bemutassuk azt, ami nekünk érték, és azt mai formában mutassuk be, elérhető képben. A könyv négy részre van osztva, a négy nagy történelmi időszakot taglalja. A könyvről azt szeretném elmondani, hogy négy része van, vagy egy bevezető, és négy részre van osztva, ez tulajdonképpen a négy történelmi időszak, kezdve az Anjou királyoktól egészen a Hunyadiak koráig, a Hunyadiaktól a fejedelemség ideig, az erdélyi fejedelemség időszaka, majd a Habsburg kor. Tehát ez a négy történelmi kor az, amire fel van osztva az album, és ezeket a történelmi részeket taglalja és mutatja be azokat az érméket, amelyeket ebben az időszakban vertek. A továbbiakban Pintér Zsolt kivetítőn bemutatta az albumban megjelent érméket, és kitért mindegyiknek a jellegzetességére. Azért a Nagybányai pénzverés története a kiadvány címe, mert hogy nem feltétlenül a pénzverdét mutatja be. Természetesen arról is szó van, de fókuszálunk arra, hogy az érméket bemutassuk, főleg numizmatikai szempontból. Tehát érem tani szempontból. Töredéke az 1327-es okmánynak, amely említi a Balogh úr által is megemlített Zazarbányát. Tehát tulajdonképpen ez az első olyan oklevél, amiben Nagybánya közeli településről van szó. Ez is benne van az albumban, tehát ott majd meg lehet nézni. Megyünk tovább, ez az 1347-es Nagy Lajos király által kiadott, tulajdonképpen Nagybánya, minden, ami Nagybánya előjoga van, innen származik, Nagy Lajos király korából, ezt is Balogh Béla úr elmondta részletesen. Első olyan érem, amiről bizonyosan tudjuk, hogy Nagybányán volt verve, Nagy Lajos király idején, tehát az 1340-es évekről beszélünk, 40-es, 50-es évekről beszélünk. Egyik előlapján ülő királyalak van, hátlapján pedig egy sisakos címer van, az átlátsávos rész és benne az Anjou liliomok. Azért érdekes, mert meglátják majd a későbbiekben, hogy alakulnak az érméknek a mai néven elmondva a grafikája, tehát az, hogy mi jelenik meg pontosan ezeken az érmeken. Énben vannak olyan részletek kiemelve, amelyek korabeli dokumentumokból idéznek, vagy a pénzverde működéséről, vagy ezekről beszélek. Tehát nagyjából így néz ki a könyv, nem tudom mennyire látszik. Ugye a szöveges rész, az érmék, és akkor ezek az bizonyos kiemelt, idézőjelbe tett szövegrészek, amelyek nagyon izgalmasak és érdekesek, mind érdekes adatokról beszélnek a város történelméről, a pénzverde történetéről, a királyokról, akik kiadták ezeket a pénzeket, a kamara grófokról,
és azokról, akik még itt tevékenykedtek. Nagyon Nagy Lajos királynak az egyik nagybányán vert dénárja. Az előoldalon Magyar Anzsú címer, látszik valamennyire az Árpád-sávok és az Anzsú liliumok, hátoldalán pedig Szent László király van. Látni fogjuk, hogy Szent László ugye a magyar történelem egyik, hát úgy mondjam, sztárja, mivel jól ismertek a rengeteg legenda, a falfesték, templomfestészetből visszaadott Szent László legendák, de a középkori magyar pénzeken is inkább Szent László király szerepel. Az előbbi pénzen például nem feltétlenül bizonyított, hogy Szent László király, hanem egy mindenképpen király szerepel. Ebben az időben még az uralkodók nem a saját képmásukkal díszítették a pénzeket. Ez luxemburgi Zsigmond pénze, arany forintja. Azért luxemburgi Zsigmond ugye hát hosszan uralkodott Magyarország felett, és tehát nagyon-nagyon gazdag az időszak, rengeteg pénzt vert Nagybányán, többet is megtalálnak benne. Az érdekes már, hogy sokkal finomabb a megmunkálása a pénzérmének, a címer is sokkal bonyolultabb, ugye négyes tagolása van, Árpád-sávok és a luxemburgi Zsigmond címere, körbe pedig Sigismund, innen, és a többit most már nem olvasom el. Itt is Szent László van, azért tudjuk, hogy Szent László, mert bárdal van a kezében, és ő az a magyar szent, akit így ábrázolunk. N és V verdejeggyel, ez Wasserpach Miklós kamaragrófnak a neve. De az nagyon fontos, hogy már ott megjelenik az M betű. Talán az előbbieknél is volt egy M betű, de nem megyünk vissza, hanem megyünk előre. Ez is Zsigmond király, és egyértelműen látszik az N betű, itt már egy hold van. Ezt 1404 és 46 között adták ki ezt a pénzérmét. Rendben, ez a gyönyörű aranyforint, ez már Hunyadi János nevét viseli. Ugye szó volt arról, hogy Hunyadi János idejében mekkora fejlődésen ment át Nagybánya, és hogy ő is mennyire támogatta a bányászatot és a pénzverdét. Megjelenik a Hunyadi címer, nézzék lent a holló a gyűrűvel a csőrébe, és a kettős kereszt, és már a magyar szimbólumok egyértelműben jelen vannak. Ez a kis címer pedig megint a kamaragrófnak a címere. Na itt van Mátyás királynak az ezüstpénze, a kettős keresztel és egyértelműen a hollóval. Mátyás király aranyforintja. Egyre szebb a hátlapon a király ábrázolása. Ismét Mátyás király, na itt volt, mert emlékeztem, hogy van Mátyás királynak is egy ilyen Árpád-sávos címere. Nagyon érdekes, hogy a könyvben láthatnak egy olyan gyűrűt, ami aranygyűrűt, amelyben tulajdonképpen Mátyás királynak az egyik aranypénze szerepel, ez egy kedves. Azért nagyon fontos ez, bár úgy nehezen lehet kivenni belőle, hogy mi van rajta. Itt megjelenik egy bányász kalapács. Szintén Mátyás királyról van szó. Bányász kalapács az M betű, és először jelenik meg a pénzérméken, ez az az időszak, amikor Madonna, hát így mondják, vagy Szűzanya megjelenik a pénzérméken a kis Jézussal, tehát itt van a koronával, kis Jézus alakja, és ezek innentől kezdve mondják azt, hogy Máriás pénzek ezek, tehát amin rajta van Mária. Egyből látszik jobban látszik Mária körvonala és a kis Jézus. Ez János Zsigmond király Nagybányán vert ezüstdénárja. 1556-ról beszélünk. János Zsigmond és Izabella királyné, tehát itt most már áttértünk az erdélyi fejedelemség idejébe. Nézzék meg, hogy mennyivel gazdagabb a címer is, a megmunkált, tehát ez sokkal, ahogy fejlődik, telik az idő, szebbek, gazdagabbak a megmunkált pénzérmék. Itt lent is a bányász kalapácsot látjuk.
Na és ez az az első pénzérme, ami mondjuk itt be van mutatva, mert nem valójában nem ez az első, ahol az uralkodó a saját képmását mutatja be, vagy van megmintázva a saját képmása. Bátor István fejedelemről beszélünk, és a hátlapja is gyönyörű, már itt van az NB betű, már egyértelmű, hogy most már Nagybánya és a magyar nevét mutatja be. 1585, gyönyörű a címer, középen látható a Bátoriak sárkány fogas címere. Ismét Bátori István, és egyben lengyel király Nagybányán vert aranyforintja 1586-ból, itt már egész alakban látszik az uralkodó. Gyönyörű pénzérmét láthatnak, Bátori Zsigmond fejedelem, aranytallérja, gyönyörűen látszik a nagy NB betű, a sárkányfogak, körbe az írás. Mihály Vajda a tiszteletére vert aranyérem Nagybányán, ugyanis az akkori bérlő, a Felicián, nem is Felicián, hanem Felicián, csak mondom, a Herbenstein Felicián tulajdonában volt a pénzverde, és Mihály Vajda segítette egyik peres ügyét ennek a bérlőnek, és az ő tiszteletére verte ezt az aranypénzt, aminek nagyon szép amúgy a ötvös munkája, 1600-ról beszélünk. Jó példa arra, hogy Nagybányán ebben az időszakban nem csak az erdélyi magyar fejedelmek vertek pénzt, hanem a magyar királyok, tehát a magyar királyság uralkodó is, egyben természetesen a bécsi császár. Tehát itt most második Rudolfról van szó, és ezt látják, hogy itt már a Habsburg jelképek vannak jelen. Visszatérünk a fejedelmeinkhez, Bocska István aranypénze. Bocska István három garasosa, ezt azért mutatom be, mert teljesen máshogy néz ki. Már itt a portréja van az uralkodónak, fenn a hármas, a római hármas hogy három a garasos. 1607-ről beszélünk, és itt írja, hogy Grossz, hogy arra ezüst, és hogy Regni Hungárie, Princeps in Regni Hungárie. Bátori Gábor fejedelem garasa, szépen látszik a fejedelmi süveg, és csak egy írás, tehát látják, hogy azért változó nagyon a előlap és hátlap, itt pedig középen láthatóak a sárkányfogak megint. Ez a címlapon is szereplő Bátori Gábor Nagybányán vert aranyforintja 1612-ben, nagyon szép a portrénak a megmunkálásán, Nagybánya, szépen látszik a címer. Ezt a pénzt fogtam a kezembe, és köszönjük Várvédő Zsoltnak a lehetőséget. Ez egy gyönyörű pénz, bár második Mátyás király, tehát az osztrák császár és magyar király adta ki, de gyönyörűen látszik a magyar címer és a Nagybánya felirat. És természetesen a szűzanya, a Patrona Hungariae felirattal, ezt nem mondtam, mindegyiken ez ott van ez a felirat. Bethlen Gábor fejedelem Erdély aranykoráról beszélünk, de látszik is, hogy a megmunkálása milyen mesteri. Ekkor éri el a pénzverés és az ötvös munkások a reneszánsz csúcskorát, ezek a legszebb példányok tulajdonképpen, a legértékesebbek. Bethlen Gábor fejedelem Nagybányán vert aranyforintja, Nagybánya felirattal, szűzanyával. Jó, ismét Bethlen Gábor. Szépen látszik már a magyar címer, amit már mi, már a mainak mondható, tehát az a formátum. Itt ismét, ez most második Ferdinánd király, de látják, hogy most ő pedig már a magyar címert használja, a kétfejű sas címer pajzsban. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy ez a kettős identitás az akkor, hogy van bemutatva is Nagybánya. Első Rákóczi György, ha jól emlékszem, igen. És második Rákóczi György fejedelem. Nagyon érdekes, hogy szűzanya egy napban van bemutatva, körbevéve napsugarakkal. Első Lipót király pénze szintén a fejedelemség idején.
magyar címerrel, de kettős sas, kétfejű sas koronával. És elérkeztünk Rákóczi Ferenchez. Nagyon izgalmas a története Rákóczi Ferencnek és második Rákóczi Ferencnek és a szabadságharcnak. Nagybánya benne van a könyvben. Ez egy ezüst poltúra, így van egy ilyen pénz, nem? 1704 Nagybánya. Igen, ez a híres Pro Libertate felirata, minden a szabadságért felirata Rákóczinek, és ez a 10-es poltúra. Ugye a jól ismert kép a 1800-as évek elejéről a Pénzverde épületéről, akkor már ezek a falak álltak, amit mondtam, a híd és a híd utca, a kapu, a református templomnak még nincs meg a tornya. Már a Habsburg kor, amikor is hanyatlásnak indul a nagybányai pénzverés, elmondom mindjárt miért, ez már harmadik Károly király Nagybányán vert, nagyon-nagyon gazdagon díszített negyed tallérosa, 1730-ról beszélünk. Mária Terézia királynő 17 krajcára. Itt írja lent, hogy 17. Lotaringiai Ferenc társuralkodó Nagybányán vert aranydukátja 1762. Krajcár Mária Terézia egy krajcárosa. Második József király pénze nagyon fontos, ebben az időszakban már megszűnik Nagybányának a fontossága, egységesíti a birodalmat, az egész Habsburg birodalmat egységesíti, nem jelenik már meg, hogy Nagybánya, vagy Körmöcbánya, vagy Gyulafehérvár, vagy Buda a pénzvereteken, hanem minden egyes pénzverde egy betűt kap. Nagybányát a G betű, G mint Géza kapta, ezután már csak G betűvel jelennek meg a pénzér, meg ott van a portré alatt. Ezzel is mutatja azt, hogy megszünteti minden, ami magyar múltú, és az egységes osztrák birodalmat építi ki. És innen kezdve aztán hanyatik erősen a dolog, tehát mind kevesebb és kevesebb pénzérmét vernek, de folyamatosan azért még van, működik a pénzver, de látják a szimbólumokat is, már semmilyen magyar szimbólum nincs, csak az osztrák tartományoknak a koronája. A második Lipót király aranydukátja, szintén már csak az osztrák címer van rajta, G betű a portré alatt, semmi utalás Nagybányára, semmi utalás Magyarországra. Első Ferenc király, 20 krajcárja, itt lent írja a 20-ast, megint a G betű. És akkor elérkezünk a szabadságharchoz, Kossuth Lajos Nagybányán vert 6 krajcárja 1849-ben, tehát itt akkor látjuk, hogy még egy szuszonás erejéig visszatérünk a magyar jelvényekhez. Nagybánya 1849 és a magyar címer. És akkor ez már első Ferenc József császár és magyar királynak a három krajcárosa 1851-ből, és már megszűnik a nagybányai pénzverés, tehát ezek azok az évek, amikor teljesen elköltözik a nagybányai pénzver, de előbb Munkácsra, majd onnan az ottani felszerelés Budára, vagyis Budapestre kerül majd. És ezzel az 5 évszázados hagyománya, és ez a gazdag-gazdag pénzverés megszűnik Nagybányán. Természetesen, hogy az intézmény átalakul, de ez már egy másik történet, hogy ezek a falak között mit történt azóta. Én köszönöm a figyelmet, ha kicsit elhúztuk, elnézést kérek, és egy mondat erejéig meg szeretném köszönni azoknak a nagybányaiaknak, akik segítettek, és akiket eddig nem említettem. Tehát mindenképpen Balogh Béla úrnak, Várvédő Zsoltnak, Szőnyi Adriánnak, azokért a képekért, amik vannak Nagybányán, komoly gyűjtők, akik nagyon szeretik ezeket a pénzérméket, és tőlük kaptam rengeteg fényképet, említettem Nudelmann Lászlót, nagy örök hálám neki. És így a végén meg szeretném köszönni a házigazdának, aki nem tudom, ha most itt van, vagy hall engem, Russzu Viorel igazgatónak, hogy befogadtak minket, és tárt karokkal rendelkezésünkre bocsátották ezt a csodálatos helyet. És megköszönni még Pop Lucia történésznek, akivel sokat működtünk együtt, mert ő volt az, aki a román tartalmat átnézte, és tulajdonképpen az egész könyvet ő is átnézte. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.